Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket, Vendégségben című műsorunkat látják, ahol reményeim szerint dr. Nemes Imrét, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT reaktorfizikai osztályának vezetőjét és az ő munkáját ismerhetik meg. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és hogyha megengeded, akkor maradunk a tegeződésnél, ahogy ezt már mi évek óta megszoktuk. Mostanában sokat hallani rólad, de mindig csak a munka kapcsán, tehát kutakodtam én az interneten, de még azt sem sikerült kiderítenem, hogy tulajdonképpen honnan is jöttél Paksra. Kezdjük talán azzal, mert hogyha belefeledkezünk a munkáról folyó beszélgetésben, akkor megint úgy kell hazamennünk, hogy nem fogunk róla tudni, megtudni semmit. Honnan jöttél, hol születtél, hol nőttél fel? Hát én egy kis faluból származom, Bács-Kiskun megyéből, Esekhalmáról. Aztán Kalocsán jártam középiskolába, Budapesten egyetemre, és hát ennek utána az első munkahelyem van itt. Hát csak érdekességképpen megemlítem, hogy akár paksi is lehetnék, mert az őseim, a dédapám még itt lakott szemben, Géderlak, Dunaszentbenedeken született és hajós ember volt, és hát később származtak el az ősök Bács-Kiskun megyébe. A pályaválasztásodban mi játszott szerepet? Mert hogy utána idejöttél, az már egyértelműnek tűnik, de az, hogy ezt a területet választottad? Hát a véletlen. A véletlen játszott szerepet. Hát én az iskolában jó tanuló voltam, de sok minden érdekelt, magyarból is versenyeket nyertem, matekból is. Amikor középiskolába kellett menni, akkor éppen a biológia érdekelt, és volt Kalocsai gimnáziumban a biológia tagozat, és én oda szerettem volna felvételizni. De volt egy osztálytársam, egy kislány, aki egy másik gimnáziumban a fizika tagozatra felvételizett, és véletlenül az én papíromra is fizika tagozatot írtak a felvételi papíromra, és hát behívtak felvételizni. Én mondtam, hogy én biológiára szeretnék menni, de mondták, hogy nem probléma, mert az osztály másik fele majd biológia tagozatos lesz, és átmehetek, ha akarok. De hát sikerrel felvételiztem, meg hát mindjárt kezdetben sikereim voltak, és akkor maradtam a fizika tagozatnál, és hát ez határozta meg a továbbiakban a pályám. Emlékszel-e olyan konkrét momentumra, ami rabul ejtett a fizikában? Hát két dolog is, ugye. Mi ott azért részletesebben tanultuk a dolgokat, mint egy átlagos középiskolás, gimnazista, és hát akkor nagyon lelkesített a modern fizika eredményei, amik már ugye a harmadik, negyedikben hallottunk, olvasgattunk, jelentek meg könyvek, népszerűsítő könyvek is akkoriban, meg úgy hát ezeknek a Nobel-díjas fizikusoknak mindenféle filozófiai tanulmányai is jelentek meg akkoriban, és ez engem nagyon érdekelt, a fizikának a filozófiai vonatkozásai, és akkor hát akkor maradt ez az irány. Az egyetemről tudom, hogy most nincs annyi időnk, de azért, hogy voltak-e meghatározó mestereid, vagy műhelyek, ahol még inkább elmélyedtetek ebben? Tehát mi az, amit hoztál onnan ide? Hát én eleve is már atomfizika irányba készültem, és azért is mentem a Pesti Egyetemre, mert ott volt erősebb ez, mint a vidéki karokon. És hát akkor már, hogy mondjam, szándékosan is atomosnak készültem, és akkor szerencsére volt éppen, amikor én jártam harmad-negyed évbe, ötöd évbe, egy ilyen szakirány indult, ahol hát elég részletesen megismerkedhettem már ott a szakmával. Hát két dolgot említenék. Szatmári Zoltán tanár úr, aki engem reaktorfizikára tanított, és a másik fontos volt, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen írtam én a diplomámat, tehát egy ilyen koprodukciós műsor volt már az, maga a tagozat is, amivel jártunk,
és hát ott is megismertem azokat a kollégákat, Csom tanár úr, meg fiatalabb kollégák, akik aztán hát segítettek a munkámban. Akkor, amikor el kellett döntened, hogy mi lesz a szakirány, akkor az atomerőmű már épült. Emlékszel arra, hogy mit hallottatok ti ott Bács-Kiskun megyében, mit tudtatok ti gimnazistaként az atomerőműről? Gimnazistaként nem sokat. Akkor volt ez a fiataloknak való film, a Kenguru, amiben valami módon szerepelt. Hát tulajdonképpen nagyon-nagyon keveset. De hát aztán már egy kis egyetemistaként már sokkal többet, már úgy másodév után én voltam itt szakmai gyakorlaton, még akkor épülőfélben voltak a blokkok, és akkor hát azért valamicskét már láthattunk, pedig akkor még nem sokat tanultunk róla. Aztán később már egyre többet, tehát a negyed-ötöd évben én már konkrétan tanultam olyan dolgokat, amit aztán itt lehetett elég élesbe hasznosítani. Hát ez egy újdonság volt ugye Magyarországon, az első atomerőmű épült. Nem volt benned soha kétség, tehát meggyőződésed volt, hogy ez megveti a lábát itt Magyarországon, és nem egy olyan szakmát tanulsz. Mert ugye tudjuk azt, hogy voltak az építés, tehát a döntés után is visszalépések, késlekedések. Hát nem különösebben fiatalként ez nem foglalkoztatott. Hát akkor már, mikor vége felé jártam az egyetemnek, akkor már azért voltak ilyen zöld mozgalmak, meg egyebek, meg ilyen filmek, a China szindróma, volt ez az amerikai TMI baleset, amit mi már tanultunk, meg a konzekvenciáit is, meg sok mindent. Úgyhogy végülis az egyetemen nagyon, nagyon jó volt a képzés, meg az információszolgáltatás ebbe az irányba. A politikai háttérről én középiskolaként, egyetemistaként nem sokat tudtam arról, hogy most akkor leállt az építés, meg újraindult, meg stb. Ezek az információk, ezek úgy távol álltak tőlünk. Most már több évtizedes múlttal, szakmai múlttal a hátad mögött, hogyan éled meg egyébként azt, hogy ilyen sok kritikát kap Magyarországon a nukleáris technika békés célú alkalmazása? Szerintem nem kap sok kritikát. Hát ez nagyon szubjektív, hát hasonlítsuk össze mondjuk Németországgal, Svédországgal, meg Svájccal, ahol egész más szelek fújnak. Itt Magyarországon inkább politikai csatározások szintere, de igazából szerintem összevetve más ilyen európai országokkal nagyon gyengus a zöld mozgalom. Ennek magának nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. Hallottam tőled, és úgy tudom, hogy éppen egy kollégától idézted azt, hogy ti valójában a mű iránt vagytok elkötelezettek. Mert azt látom tényleg, hogy akik hosszú ideje dolgoznak az atomerőműben, valami érthetetlen, hihetetlen kötődés alakul ki. Hogyan alakult ez ki benned? Hát ezt nagyon könnyű elmondani, hogy megfogalmazni, mert én gyakorlatilag hát együtt jöttem itt az erőművel olyan értelemben, hogy már itt voltam 82-ben az egyes blokk indításakor, még akkor nagyon fiatalként, vagy kezdőként természetesen, de én ebbe belecsöppentem ebbe a dologba, hogy Itt mindenkit lelkesített az a dolog, hogy egy új dolgot csinálunk. Nálam ugyan kicsit idősebbeket találtam, de még mindig nagyon fiatalokat. Ez a bizonyos Csikó csapat. Tehát ez úgy adódott magába. Inkább csak az lehet kérdés, hogy sikerült ezt fönntartani, mert én úgy gondolom, hogy legalábbis az én területemen ez sikerült, és ez a mai napig is így van. Nagyon érdekes, mert gondolatolvasó is vagy, mert éppen arra gondoltam, hogy abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy ezt te mai napig műveled, mert hogy nagyon-nagyon sok újítás fűződik a nevedhez, a csapatod nevéhez. Mi volt az első ilyen nagyszabású dolog, amiben mondjuk Oroszlán részt vállaltál te és a kollektívád?
tulajdonképpen nehéz megfogalmazni, ez olyan, mint hogy ki volt az első szerelmem. Arról is beszélhetünk, lehet, hogy ez is érdekes. Én amennyire emlékszem, mindig volt van kisebb vagy nagyobb szabású dolog. Mi kezdettől azt csináltuk, amikor már tudtuk, hogy miről van szó, meg mi a feladat, meg mi, hogy csinálják ezt, hogy mindig valami újat kerestünk. Tehát ez két felé nyilvánult meg. Az egyik az, hogy azokat a szoftvereket, eszközöket elkezdtünk magunk fejleszgetni, amik rendelkezésre álltak ehhez a feladathoz. És ahogy a szoftverek fejlődtek, úgy magát az üzemanyag gazdálkodást, az üzemanyag felhasználást is folyton próbáltuk javítgatni. Ez már elkezdődött szerintem 87-88-ban, már akkor egy kicsit máshogy akartuk elrendezni a üzemanyagot, hogy gazdaságosabb legyen. És aztán ez folyamatosan folytatódott. Úgy 4-5 évenként valamiféle újítást dobtunk be. És hát a legvége a dolognak az kettő volt, ahogy már imitamot megfogalmaztam, hogy a teljesítménynövelést meg kellett alapozni üzemanyag háttérrel is. Ez volt az egyik ilyen hát nagyobb dobás. A másik meg, hogy azt követően bevezettünk egy nagyobb dúsítású üzemanyagot, aminek a nukleáris terve már itt készült. Tehát ezt mi számoltuk ki, mi mondtuk meg, hogy milyen legyen, és akkor az orosz... Ez még annak előtte volt. A C-15 már a második lépés. És ez a C-15 projekthez? Ez még azt megelőző? Ez igen izgalmasnak tűnik, mert ugye az üzemanyaggyártás az nem itt történik. Oroszország vagy Fehér Oroszország? Oroszország, ugye? Oroszországban. Tehát befogadják mindenféle probléma nélkül az ilyen jellegű újításokat, tehát ilyen jó a szakmai kapcsolat? Ezt meg kellett harcolni, ezt az utat. Hát ez úgy volt, hogy mi nagyjából kitaláltuk, tehát még a C-15 előtti üzemanyagról beszélek, ami még most is azért a blokkok egy részébe bent van. Kitaláltuk, hogy milyen legyen. A milyen alatt ne a mechanikát értsük, azt az oroszok tervezték, hanem hogy milyen dúsítás, milyen elrendezésben, milyen kiégő, milyen a nukleáris jellemzők. És akkor elmentünk oroszokhoz tárgyalni. Egy délelőtt tárgyalgattunk ilyen fiatalabb kollégákkal, ők nagyon nyitottak voltak, hogy meg lehet csinálni, stb. És akkor ebéd után megérkeztek az idősebb nemzedék képviselői, és hát egy bizonyos Molcsanov úr, tehát nagyon ki volt kelve, hogy azt mondta, hogy miért akarunk mi mást? Ami jó a cseheknek, jó a szlovákoknak, jó az oroszoknak, az miért nem jó nekünk? És mivel győztétek? Hát azzal, hogy a tréfára fogtam a dolgot, és azt mondtam, hogy mi nagyon bízunk abban, amit a csehek mondanak, a szlovákok is, abban, amit az oroszok mondanak még jobban, de a legjobban saját magunkban. És akkor hát lényegében elnevették magukat, de mondjuk ez mögött az volt, hogy azért az ottani kollégákkal már korábban is nagyon jó a kapcsolatunk, és ők nagyon jól tudták, hogy ezek a dolgok meg vannak alapozva. És akkor hát tulajdonképpen megegyeztünk, és akkor legyártották azt a fajta üzemanyagot, amit most már 2009 óta használtunk. És csak mi használjuk? Hát ezt a fajtát, ezt mi, tehát ezt nekünk. Kicsit minden erőmű már kicsit más, különböző paramétereken működnek, teljesítményemelésen voltak, és hát ez itt a mi dizájnunk, amit mit számunk. Mit köszönhetünk ennek? Tehát most nézhetjük mondjuk a fogyasztást. Hát akkor ugye itt a 4,2%-os üzemanyagról beszélek, annak egy ilyen költségcsökkentést köszönhetünk, ott korábbi, hát egy ilyen 5%-os üzemanyagköltségcsökkentést produkált ennek a bevezetése. Meg hát kellett az is, hogy utólag látjuk ezt a dolgot, hogy most ezt a
második lépést meg léphessük, amin már azért úgy nagyobb részt túl vagyunk. Ez a C15, ugye? Igen, igen, mi itt Pakson, tehát legalábbis az újságírók mindenképpen nekünk már ez a C15 ismerős kifejezés, de azért megyeszerte nem biztos, hogy annyira nagyon ismerik. Először is mikor merült fel az ötlete, hogy hosszabb kampányt vezessetek be, és mennyire volt az újszerű? Hogy honnan, tehát ki volt az, aki azt mondta, ti ott a reaktorfizikai osztályon, hogy ezt meg lehet csinálni? Ugye a világban más blokkokon, amik későbbi tervezésűek, divat a hosszú kampány, 18 hónapos kampányokkal üzemel több ilyen blokk, de hát ennél a típusnál ilyen nincsen a mai napig se, és hát kezdtük vizsgálni a lehetőségeit, hogy mit lehetne ilyen típusú blokkon, és hát az látszódott akkor, hogy amit korábban is gondoltunk, hogy a 18 hónapos az nem igazán, tehát ami ugye a világban divat, az nem igazán valósítható meg. Csak az is látszott, hogy a 15 hónapos viszont igen, tehát annyit tud a dolog. De hát ez csak a dolognak az egyik fele volt ezt kiszámolgatni, hogy lehetőség van egy ilyen 15 hónaposra. A másik fele, ami igazán, hogy mondjam, használhatóvá tette ezt a gondolatot, az az ötlet, hogy a négy blokkot hogy tudjuk úgy 15 hónapos ciklusban működtetni, hogy viszonylag egyenletes éves termelést produkáljunk, meg egy viszonylag egyenletes éves karbantartási ciklus produkáljunk. Tehát önmagában, hogyha én oda megyek a vállalatvezetéshez azzal, hogy tudnánk 15 hónapos kampányokat csinálni, akkor azt mondanák, hogy hát igen, de minek? Ehhez kellett az a fajta vetésforgó, amit szintén hozzátettünk, hogy milyen ütemben álljanak le a blokkok, és milyen ütemben legyenek a karbantartások, hogy ez szépen ugye egy ilyen 5 éves ciklus lesz így is a blokkoknak, csak 5 év alatt mindegyik csak 4-szer lesz leállítva, mert hát a 4x15 is 60, mint az 5x12. És hát ugye augusztusban Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el ezt a munkát, te kaptad ezt a fantasztikus rangos elismerést, de tehát egyrészt arra volnék kíváncsi, hogy hogyan élted ezt meg, másrészt pedig, hogy ugye ez nem szakmai elismerés, a szakma, és itt most nemzetközi szintérre gondolok, a szakma hogyan fogadta? Hát, hogy mondjam, számomra egy nagy megtiszteltetés volt, és nagyon köszönöm azoknak, akik gondoltak rám, mert hát az egy dolog, hogy az ember mondjuk valamit csinál, de hát attól még nem fog azzal ébredni a miniszter, hogy akkor ott mi is történt, hogy mi is történt, nyilván kellett valaki, hogy emlékeztesse rá, vagy valakik, nyilván ezek a főnökeim voltak, meg a kollégáim, akik írtak ilyen laudációt, meg egyebet, úgyhogy ez egy nagyon jól eső érzés volt, de még jobb eső érzés volt az, hogy nagyon sokan hát szívből gratuláltak, meg kommentálták, és ez nekem sokkal többet ért, mint maga a kitüntetés, ez volt a jó benne. Nagyon sok munkaóra van ebben. Igen, nem? Hát és akkor visszatérve a külföldiekre, hát maga a kitüntetés az külföldieknek nem sokat mond. Nem, értem. Hát mi nekünk a VVRS országoknak a fizikusaival, részben más csapatokkal is nagyon régi és nagyon jó kapcsolatunk van. Évente több alkalommal különböző fórumokon találkozunk. Hát amikor ezen a fizikus szimpóziumon Dresdában 2011-ben kezdtem ezt emlegetni, akkor csak hát annyit mondtak, hogy hát bátor dolog. És hát az is öröm volt számunkra, nem csak nekem, hanem az egész csapatomnak, akik ebben oroszlán szerepet vállaltak, hogy
Éppen idén volt ez az éves nagy szimpózium Magyarországon, ez évente más-más országban van, és hát akkor beszámolhattunk az első eredményekről már októberben, tehát akkor már azért látszott, hogy ez sinem van ez a dolog, és sikeres lesz, és menni fog. Gratulálok hozzá! Az érdekelne, hogy most mi a feladat. Tehát megcsináltátok ezt a nagy elismerést kiváltó munkát. Mind gondolkodtok? Hát ugye a dolog még egészen nem zárult le. Egyelőre két blokkon van még csak ez a hosszú kampány, a másik két blokkon a következő évben, tehát ezzel munka van folyamatosan, hogy a négy blokknak az átállítása teljesen megtörténjen. De hát ahogy már lenni szokott, már ilyenkor gondolkodunk, hogy hogyan tovább. Szeretnénk megint módosítást kérni az üzemanyagban, majd az orosz gyártótól. Megvan nagyjából az elképzelés, most nem csak a dúsításban, hanem a geometriában is egy kicsit. Egyelőre húzózkodtak a gondolattól, már régebben említettem nekik. Most a finn kollégákkal próbálunk szövetkezni, és hát egy közös egy egyeztetés után egy közös fellépést az orosz szállító felé, hogy hát gyártson nekünk ilyen fajta típusú üzemanyagot. Mivel érveltek? Miért lenne ez jó? Hát a fő érvünk az az, hogy a víz az olcsóbb, mint az urán. Amit már ugyan mondtam nekik. Hát egy kicsit ezzel megint lehetne csökkenteni a üzemanyagköltséget, meg a kiégett üzemanyag mennyiségét is tovább. Úgy általában ők értik ezt a dolgot, tudják is, hogy mivel jobb, csak tisztelettel szórhatok, mert az orosz intézmények is egyfolytában a fejlesztésen agyalnak gondolkodnak. Korábban ők egy más irányt képzeltek el, amit már úgy kezdenek is megvalósítani, de most úgy tűnik már a legutóbbi reakciókból, hogy el fogják fogadni ezt a dolgot, hát még ez nekem belefér, úgy gondolom. Igen. Csak akkor néhány mondatot mondjál, így olyan kedves. Hányan vagy? Hát két dolgot is meg kell említenem, mert a C15-nek annak két része volt. Az egyik része az üzemanyagos része, amit hát mondjuk én képviselek, meg a csapatom. Hát olyan 12 fős osztállyal bírunk, és visszatérve hogy a legelső gondolatok egyikéhez, ugye mi egyfolytában ilyen fejlesztésen gondolkodunk, törekszünk lényegében 80-as évek közepe vége óta. Hát nyilván most már azóta generációk is cserélődtek, de szerencsére vannak fiatalok, akik úgy tűnik, hogy fogják folytatni majd ezt a tradíciót. És hát ez az egész dolog, amit mi csinálunk, ez azon alapszik, hogy sikerült itt egy nagyon, nagyon, nagyon jó kis csapatot összehozni, akik, hát mondhatom, hogy eléggé egyedülálló módon ugye kezükbe tartják mind a maguknak a blokkokhoz is közel vagyunk, meg egy kicsit az alkalmazott tudományhoz is a kettő között, és ez úgy tűnik, hogy egy nagyon hát prosperáló együttállás ilyen szempontból, mert olyan dolgokat tudunk kifejleszteni, amik aztán ott mindjárt a gyakorlatban is állják a helyüket, ami más konstrukciókban kicsit nehezebben megy, ahol egy ilyen fejlesztő csapat az távolabb áll a gyakorlattól. De hát mondom, ez a dolognak az egyik része. A másik része az, hogy a C15 projektnek van egy nem üzemanyag, meg nem reaktor vonatkozású része. Maga ez volt a projekt feladat, ahol hát a Cibula Mihály projektvezető kolléga, hát hogy mondjam,
sikeres tevékenységének köszönhetően sikeres volt az engedélyeztetés, egy csomó szervezésre volt szükség, a munkák, a karbantartások, a felülvizsgálati rendszer átszervezésére évesről. Az ember nem is gondolná, hogy mennyire éves ciklusban dolgozunk, gondolkodunk, ez így volt az erőműben is, és hát teljesen át kell gombolni a kabátot ahhoz, hogy 15 hónapos ciklusra átálljunk, és ebben nagyon sokan dolgoztak a cég részéről is. Csak jót mondhatok, mert rövid idő alatt és sikerrel sikerült ezt megoldani, úgyhogy ez a dolog most már működni fog. Végezetül az osztályvezetőtől megint visszatérünk dr. Nemes Imréhez. Ehhez gondolom nem csak egy jó szakmai háttér, hanem jó családi háttér is kell, meg az, hogy tudjon az ember mondjuk regenerálódni akkor, amikor becsukja maga mögött az irodája ajtaját. Hogy történik ez? Tehát mesélj egy kicsit magadról, és arról, hogy mit csinálsz, amikor nem hajolsz az íróasztal fölé gondolkodva. Hát megvan a családi háttér, hát sok éves házasság van mögöttünk. Nejem itt a Rákóczi iskolába tanít, már szintén nagyon-nagyon régen. Két nagy gyermek van, az egyik fiú már megnősült az idén, ifjú építészmérnök, a nagylányom pedig most jogász lesz, most már végzés előtt áll. Hát amit én csinálok, amikor nem fizikát csinálok, az nagyon sok minden. Sokat kertészkedek ott a ház körül, barkácsolok, fával szeretek dolgozni. Van egy pincém Győrkönyvben, de szőlőm az nincs hozzá, csak borom. Meg hát még ezer, van egy kutyám, akivel sétálni lehet. Meg ezer dolog érdekel a keleti filozófiáktól, a magyar nyelv gyökerein keresztül a cigány zenéig, úgyhogy nem mondhatni, hogy hát, hogy mondjam, így egyoldalú lenne az érdeklődésem. Azok, akik ismernek engem, azok tudják ezt a dolgot, hogy leszoktam foglalni magam. Hát akkor így kerek a világ. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk máskor is. Viszontlátásra!